Ukrajnában nem várható zöldség és gyümölcs hiány az ország egyes déli megyének ideiglenes megszállása miatt, számol be az Agrárpolitikai és Élelmiszerügyi Minisztérium sajtószolgálata. Ukrajnában mindig túltermelés volt a gyümölcsből, és Vinnyica, Csernyivci, Melnyicki, Dnipropetrovsk, Lviv és Poltava megyék termése a jelenlegi helyzetben is kielégítheti a hazai igényeket, hangsúlyozták a minisztérium illetékesei. Idén egyes megyékben megnövelték a a Petrezhejem cégla káposzta termesztési területét, hogy fedezni tudják a háború miatt fellépő esetleges hiányt, magyarázta Ihor Visták, az Agrárfejlesztési Főosztály igazgatója. A herszóm megyében termesztett görög hiányát a közép- és részben dél-ukrajnai termés némileg pótolni fogja, fejtette ki a tárcavezető.